Még egy hangot sem ütöttek le, a közönség már ovációban tört ki, mikor Karácsony János és Presser Gábor a színpadra lépett. Az elmúlt 51 év számtalan emléke fűződik egy korosztály számára ehhez a zenekarhoz, amely hiába nincs már, mégiscsak van. A zenebarátok lelkében és persze a dalokban. Amióta Csík János és zenekara nem csak a hagyományos népzene interpretálásával foglalkozik, hanem rendszeresen dolgoznak fel alternatív és rockzenét, új utakat nyitottak saját és más zenekarok számára. Az átiratok nagy része Szabó Attilát, a Csík hegedűsét dicsérik. Ami nagyon fontos volt, hogy általában akkor könnyű ilyen átjárásokat csinálni, ha az ember ismeri az átjárási pontokat. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy a dob meg a basszus az nálunk mondjuk a bőgő meg a bráncsa, akkor sokkal könnyebben tud áthelyezni hangsúlyokat és súlypontokat egyikből a másikra. Ez nálunk úgy megy, hogy ami jön. Tehát nagyon sok, én rengeteg zenét hallgatok, játszok másfajta muzsikát is, és amikor azt hallom, hogy valami úgy, tehát valamelyik dalból beugrik valami, akkor elkezdem csinálni. Úgyhogy mi pici bácsiékkal azért már 12-13 év muzsikálunk együtt, úgyhogy annyi idő alatt volt arra idő, hogy beakadjon egy-két dal, és akkor így alakult végül is ki az a lemez, aminek ez a bemutató koncertje gyakorlatilag. Aki ide jön, eleve nyitott erre a világra, és azt hiszem, hogy mivel igen sokan vannak, és elég sok helyre megyünk, és ezt látjuk, én azt hiszem, hogy sokan vagyunk, akik szeretjük ezt. Mikor még az alternatív rock muzsikát játszottuk, Kispál és a Borznótákat, vagy ilyesmi, tehát az elején még bennem is azért kérdéses volt, de ott egyszer egy koncert a Petőfi csarnokban sok-sok évvel ezelőtt, hogy ne mondjam mikor, amikor a Kispán és a Borz koncertjére hívtak meg minket, és a közönség akkor találkozott ezzel a történettel először, és amikor egy táncos barátunk eltáncolt itt szép kolotaszegi legényest, és utána ezt ők jól fogadták, mert hát a Lovas Endős mindig kitalál valamit, de aztán amikor elkezdtük a Kispán és a Borz számokat játszani mi akusztikus hangszerénken, volt egy döbbent 5 másodperc, de aztán viszont olyan üdvőalgás lett a vége, ahol aztán mindenkinek kinyitotta a kapukat. Tehát nekünk egyfajta új világot nyitott meg, és ugyanilyen új világot nyitott meg azoknak a fiataloknak, annak a közönségnek, aki az alternatív rockot szerette, mert másképp kezdtek el a népzenére is figyelni. Az LGT már korán sem tinikorú muzsikusai láthatóan nagy élvezettel vágtak bele az együtt muzsikálásba. Karácsony Jánosról az is kiderült, Székely nagyapja számtalan népdal tanított meg vele gyerekkorában. Nem is hagytam el a gyökereimet, ami tényleg ami a műfajomat, mert tehát a zenei műfajt illeti, az mondom, így hozta az élet, ezt ennyi. Isteni, hát ezt meg kell hallgatni, mindenkinek ajánlom, aki még nem hallotta ezt a produkciót, hogy feltétlenül. Először hallgasson bele a lemezbe, a CD-be, az anyagba, hogy miről van itt szó, nem a csalódás érje, mert ugye azt gondolja, hogy ez valami LGT-s produkció, vagy valami ilyesmi, de hát ez persze nem az, hanem ez LGT dalok egy ilyen köntösbe, tehát ez nagyon-nagyon komoly dolog. Én lubickolok benne, nagyon élvezem. Ez egy olyan kirándulás, egy olyan kikapcsolódás, egy olyan másfajta dolog, ami nagyon érdekes és nagyon jó kiegészíti a zenei vágyaimat. Presserről lehet tudni, hogy szívesen barangol a különböző zenei stílusok között, de az is tudható, szívesen hallgatja azt, mit kezdenek mások az ő muzsikájával. 10 éve vagyok a Csík baráti kör, mármint a belezenélő baráti kör tagja, úgyhogy hát én az első alkalommal megcsinálták a Kézen fogsz és hazavezet dalomat, hát csodálatos feldolgozás, utána már én teljes bizalommal voltam, és én tudtam,
És tényleg megmondanám, és hát olyan barátságban és zenész barátságban vagyunk Attilával, Szabó Attilával, aki ezeket a feldolgozásokat csinálja, hogy bármikor megmondhatom azt, hogyha valami nem tetszik. De nem, hogy nem tetszik, hanem mindenféle új értelmezéseket adott a daloknak. Bolyasztó jó, nagyon-nagyon boldog vagyok ezzel az anyaggal. Hát itt az a nagy kérdés, hogy ő mit hall bele a Csík világából az én dalaimba. Úgyhogy nem, dehogy adok, nem adok tanácsokat. Sokat improvizálunk így a bulin, tehát abszolút boldog vagyok ebben, hogy én ebben játszhatom.